Az életkort tekintve meglehetősen vegyes csapatnak vezényelte az edzést felvezető futást Siska János a Continental Arénában. Ez persze nem meglepő, mivel a Nyíregyháza Blue Sharks által meghirdetett edzőtáborba elsősorban fiatalok jelentkeztek, viszont a csapat több játékosa is ott volt a pályán. A Kék Cápák szakmai igazgatója Sitko Jánő elmondta, a jövő hét végéig tartó új kezdeményezésnek több célja is van. Nyílt edzésnek nevezném, azért, mert alapvetően vártunk mindenkit, aki érdeklődik a kosárlabda csapatunk iránt, illetve a kosárlabda iránt komolyabban szeretne egy picit elköteleződni. Szerettük volna megmutatni, hogy milyen edzéseket, milyen eszközökkel szoktunk mi végezni a felnőtt csapatnál, és hát egy kicsit talán kedvet csinálunk azzal is, hogy a felnőtt játékosainknak is itt van néhány meghatározó játékosa, és bízom abban, hogy fog tetszeni azoknak, akik ellátogatnak hozzánk, illetve van még egy plusz cél is. Alapvetően a saját játékosainknak is szeretnénk egy kicsit ráhangoló edzéseket tartani, és ezzel együtt, ugye, ahogyan már említettem, megismertetni a kosárlabda iránt érdeklődő fiatalokat az edzés munkánkkal. Az elmúlt hétvégén egy MKOS által akreditált edzőképzőt tartottak Nyíregyházán, ami szintén újdonságnak számított a megyében. Úgy gondolom, hogy jó volt, és szeretném, hogyha jövőre is megtartanánk ezt. Egészen pozitívak voltak a visszajelzések. Azért volt alapvetően itt Nyíregyházán, a Continental Arénában ez a továbbképzés, mert szerettem volna, hogyha Nyíregyházán is, a Nyíregyháza közelében dolgozó edzők kisebb befektetéssel is meg tudják szerezni azt a szükséges kreditpontot, amivel tudnak dolgozni a kosárlabda edzői társadalom keretein belül, és bízom benne, hogy tetszett nekik, és remélem, hogy jövőre még nagyobb létszámmal leszünk. Ebben a kis előadásban is, amit egyik alkalommal tartottam, próbáltam felhívni az edzők figyelmét arra, hogy alakítsunk csapatokat, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kosárlabdát, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kivenni a részünket a magyar kosárlabdázásból, és úgy gondolom, hogy akkor magunknak tudunk egy sokkal nagyobb tekintélyt teremteni, és minket is sokkal jobban el fognak ismerni a magyar kosárlabda társadalomban. A tábor július 28-án zárul. A Kék Cápák hivatalosan július 31-én kezdik el a felkészülést. A keretből hiányzik majd Busz Iván, aki a magyar univerziádé válogatott tagjaként Debrecenben edzőtáborozik a jövő hét közepétől. A szerződtetni kívánt légiós kiválasztása még folyamatban van, ő később csatlakozik a nyíregyháziakhoz.